Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Egyik kedves hallgatónk kérésére elkészült a Szentsebek rózsafüzére és az Imák Jézus Szentsebei tiszteletére című videó két részben. És ehhez az imacsokorhoz kapcsolódóan hamarosan megjelenik Szent Klára imája Krisztus öt szentsebéhez című videóm is. Ebben a videóban pedig Jézus Szent Válsebének tiszteletére szóló ima hangzik el. A hagyományos ima Jézus Válsebének tiszteletére emlékeztet arra a sebre, amelyet Jézus a keresztet viselve kapott, amelyen keresztre feszítették. A legenda szerint Szent Bernát kérdésére, hogy melyik volt a legfájdalmasabb sebe, Krisztus így válaszolt. Volt egy sebb hely a vállamon, három újnyi mély, három csontom is láthatóvá vált általa. Ezt a sebb helyet a kereszt hordozása okozta. Ez volt az a sebb hely, amely a legnagyobb fájdalmat okozta testemnek. És a sebb helyről az embereknek nincs is tudomásuk. Te azonban fedd fel a sebb helyet a keresztény hívek előtt, és tudd, hogy bármit kérnek is tőlem az emberek a sebb hely erejéből, megkapják azt. És mindazoknak pedig, akik a sebb hely dicsőségére és tiszteletére elimádkoznak három miatyánkot, három üdvözlégyet és három dicsőséget, arra a napra eltörlöm minden bocsánatos bűnüket, halálos bűnüket megbocsájtom, ők maguk pedig nem halnak hirtelen halált. Haláluk pillanatában pedig meglátogatja őket a boldogságos szűz, és minden kegyelmet és isteni irgalmat megkapnak majd. A válsebet Krisztus elsősorban a megszentelt hivatásokért, a papok és szerzetesek lelkéért viselte. Szent Pió azon kevés szentek egyike, akik magukon viselték Krisztus szenvedésének látható és tapintható jeleit. Pió atya legfájdalmasabb stigmája a válsebe volt, amelyről nem is beszélt senkinek, csak a későbbi II. János Pál pápának. Pió atya borzalmas kénokat szenvedett válsebe miatt. Ez is megerősíti azt, amit Jézus közvetlenül feltárt Szent Bernátnak, hogy Szent Válán egy nagyon fájdalmas és ismeretlen sebb tátong. Pió atya stigmái kezén és a lábán, valamint az oldalán található öt sebb mellett a legfájdalmasabb sebe a vállán található sebb volt, amiről senki sem tudott, és vállán lévő sebét nem is kezelték. A válsebb tiszteletére végzett imádságok végzését 3. Jenő pápa hagyta jóvá. Szent képekre s imádságos könyvekre szívesen rányomták ezeket az imákat. A csíksomlyói Szalvator kápolna mögött áll a szenvedő Jézus kis kápolnája egy válsebet viselő barokk Krisztus szoborral. Imák Jézus Szent Válsebének tiszteletére. Jézus Krisztus, jóságos Urunk, Isten legszelidebb báránya, én szegény bűnös, tisztelem és imádom a te szentsebedet, amelyet a válladon szenvedtél el, amikor nehéz keresztedet a Kálvária lejtőjén hordoztad, amelyen át láthatóvá vált három szent csontod, és amelytől kimondhatatlan kénokat szenvedtél. E szent sebed érdemei által könyörgök hozzád, hogy légy könyörületes hozzám, és bocsásd meg minden vétkemet, minden bocsánatos és halálos bűnömet, halálom óráján pedig te állj mellettem, és védj fel engem a te dicsőséges és boldog országodba. Ámen. Ó legkegyelmesebb Uram, Isten szelíd báránya, én szegény és bűnös ember köszöntöm és tisztelem ama legszentebb sebet, melyet válladon éreztél, mikor nehéz keresztedet hordoztad,
mely miatt áldott szent testeden különösen nagy fájdalmat és kint szenvedtél. Imádlak téged, fájdalmas Jézus, dicsérlek s tisztellek. Áldlak szívem mélyéből, s hálát adok váladnak mélységesen fájdalmas sebéért, alázattal kérve, hogy mély szent csebedben kiállott szenvedéseidért, és szent csebedben türelmesen hordozott nehéz keresztedért, nekem szegény bűnösnek irgalmazz, bűneimet megbocsásd, s keresztutadon, véres lábnyomaidon engem az örök boldogságra vezérelj. Ámen. Jézus Krisztus, szent válsebet dicsőségére és tiszteletére imádkozom három miatyánkot, három üdvözlégyet és három dicsőséget. Miatyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Jézus öt szent sebe. Üdvözlégy, édes és áldott seb, üdvözítőm legszentebb szívének és oldalának mennyei illatú rózsája. Hálás szívvel csókollak, s beléd rejtem szívemet, annak minden hajlamával együtt. Megfeszített üdvözítőm, sebezd meg szívemet szereteted nyilával, és tisztítsd meg az drága véreddel, és azon gyógyító vízzel, amely szent oldaladból kiömlött, mert csak a tiszta szívűek jutnak el legszentebb arcod látására, a mennyek országába. Ámen.
engesztelő ima a Szentvér ellen elkövetett bűnökért. Jézus Krisztus drága Szentvére, ments meg minket és az egész világot. Ámen. Jézus Krisztus drága Szentvére, ments meg minket és az egész világot. Ámen. Jézus Krisztus drága Szentvére, ments meg minket és az egész világot. Ámen. Ha tetszenek a videóim, és még nem tetted meg, egy feliratkozással segítheted munkám, és egy megosztással, hogy videóm nagyon sok emberhez eljusson, hiszen a te ismerőseid között is lehet olyan ember, akinek segítséget nyújthat videóm tartalma. A Mindig van remény című könyvem és CD-m és az általam összeállított imafüzet a képernyőn látható e-mail címen keresztül megrendelhető. Valamint, ha érdemesnek tartod rá csatornámat, akkor a videók alatti leírásban van lehetőség a támogatásra is.